Sziasztok! Végre van egy kis napos időnk, úgyhogy gyorsan ki is használom, és kihoztam nektek egy pár gépet. Az első gépem az a DJI Phantom 3 Pro. Azért van itt nálam ez a gép több okból is. Az egyik az az, hogy ti kértétek, hogy nézzük meg ezt a Phantom 3-as szériának a gépeit, úgyhogy elsőnek ezt a professionált szereztem. Illetve a használt gépek miatt is felmerült már a kérdés, hogy mennyire jó mondjuk manapság egy DJI Phantom 3. Az applikációt bemutattam, és abban a videóban már elmondtam, hogy gyakorlatilag ez a gép minden 2019-es, vagyis mondjam, drónos trendnek megfelel, kivéve annak, hogy nincsenek szenzorjai. Ugye a Phantom 3 Pro az a Lightbridge technológiát használja, aminek a segítségével itthon akár 3,5 kilométerre is el fog tudni repülni. Most arra nem aktuális ez a terep, úgyhogy ezt nem fogom megnézni, de van egy 4K-s kamerája, és természetesen három tengelyes gimbal-lal. Az akkumulátor az körülbelül egy ilyen 20-21 néhány percet ígér. Kíváncsi leszek, hogy egy ilyen használt gépnek, bár nagyon jó akkumulátor, mert 17 töltésünk van benne, tehát nem annyira elhasznált. Megnézzük, hogy ennyi idő után mire lesz képes. Ebben a gépben már, ahogy említettem, ugye van alsó szenzor, úgyhogy nagyon szépen fog lebegni. Tehát gyakorlatilag tényleg a mai gépekhez képest minden megtalálható benne, kivéve az, hogy nincsenek szenzorok. Én úgy gondolom, hogy a szenzorok használata az inkább szűk helyen, illetve beltérben jön jól, mert hogy általában ezek ugye vizuális szenzorok, tehát most éppen, hogyha így a nappal szembe fordítom a Mavic-et, és becsillan neki egy bizonyos szögben, akkor simán azt érzékeli, hogy akadály van előtte is, megáll. Úgyhogy ebből az okból kifolyólag én általában ezt mindig kiszoktam kapcsolni, hogy ne az legyen, hogy szépen fordulunk odafönt a levegőbe, és mikor úgy csillan a nap, akkor éppen megfogja a gépet. Tehát a szenzorok használata az inkább alacsony magasságban, fák közelében, illetve beltérben használatos. Na de eleget meséltem már róla, nézzük meg, hogy fog majd repülni. A Phantom 3 széria volt az az utolsó géptípus, amikor a lapátokat még fel kellett tekerni, úgymond a motorokra. Tehát nem csak rányomjuk és elfordítjuk, hanem szabályosan fel is kellett tekerni. Úgyhogy gyorsan ki is veszem ebből a menő kis DJI-os táskából, és felrakom őket, és irány a repülés. A DJI Phantom 3-as szériánál volt a utolsó olyan motor, illetve lapát felhelyezés, amikor még nem csak rá kellett nyomni és el kellett fordítani az ellenkező irányba, hanem így rendesen menettel rendelkezik a motor, tehát szépen fel kell tekerni. Inkor nincs más dolgunk, mint itt a motornak a közepe vagy fekete, vagy pedig szürke. És ugye van fekete, illetve szürke jelölésű lapátunk. Nincs más dolgunk, mint rárakjuk, és a lapáton jelölve is van a forgás irány, hogy merre tudjuk zárni, illetve merre tudjuk nyitni. Szépen csak így rápörgetjük, és már rajta is van. Amikor beindítjuk ugye majd ezeket a gépeket, akkor lehet hallani két kis gázfröccsöt. Ez azért van, mert hogy olyankor fogja majd ráhúzni egy kicsit ezeket a lapátokat, hogy biztos jól legyen rajta. Miután szépen felhelyeztük, nincs más dolgunk, mint ezt a kis gimbal védőt innen lehúzni, és már szabadon is mozog a három tengelyes gimbalunk. Fontos, hogy ne felejtsük el berakni ide a memóriakártyát, mert ezeknek a gépeknek még ugye nincsen belső memóriája. Ezután nincs más dolgunk, mint a távirányítót összekötni a telefonunkkal. Végre megtaláltam a rövidebb kábelemet is. Ugye a Phantom távirányítók esetén mindig van ugye egy USB portunk, illetve mindig van egy telefon és egy tablet tartónk. Ennek a Phantom 3-asnak a tablet tartójába egy 9,7 szolos iPad is belefér, tehát jó nagyra ki lehet nyitni, illetve ezt a két kis fület fölhajtjuk, akkor szépen belefér a telefonunk. Azért raktam bele ilyen féloldalasan a telefont, mert ugye nekem pont itt van a hangerő gomb, amit ilyenkor folyamatosan nyomna. Ami pozitívum, hogy bekapcsolás után a Phantom távirányító tölti az iPhone-t, nekem ez nagyon tetszik. Bekapcsolás az szokásosan egy rövid, egy hosszú, gép esetében is szintén egy rövid, egy hosszú, egy jó kis nosztalgikus hangulat. És hát ezután ugye, amit el kell indítanunk, az nem a DJI Go 4, hanem a DJI Go. Ugye a Phantom 3, illetve az Inspire sorozat, az még a DJI Phantom, vagyis a DJI Go applikációval működik. Azt mondja, hogy elindítom gyorsan nektek a kis kijelző rögzítést.
Hát itt fogad bennünket az a szokásos kis kijelző, amit már ugye az applikációba bemutattam, mármint az applikációról készült videóban. Hip-hop, már 14 darab műholdunk van. Gyorsan állítok itt egy kis fényviszonyokat. Hála jó Istennek, végre süt a nap. Azt mondja, hogy videó, beállítom a 30 FPS-t. Ugye a 30 FPS-t akkor fogjátok megtalálni a gépeknél, legalábbis ugye ezeknél, meg még az újabbaknál is néha, hogyha NTSC szabványon van a videóbeállítás. Hogyha PAL videó beállításon van, akkor ezek nincsenek. Na, mondtam én, hogy jó ide van, tessék, jönnek a méhecskék is. Úgyhogy gyorsan beáll is állítottam itt a 30 FPS. White Balance-ot berakom most éppen egy napos időre, mert tényleg napos időnk van. Azt mondja, hogy a Colornál én ugye ezt a D-színi like-ot szoktam használni. És azt mondja, hogy igen, egy kicsit túl van húzva, visszaállítjuk szépen nullára az expozíciót. Így van, és már el is tűnt az a kis csíkozás a kijelzőről, ugye, ami a kiégést jelenti. Hát valószínűleg a méhecskének is tetszik ez a kis napos idő, de nekem is, úgyhogy menjünk, repüljünk is egyet. Azt mondja, hogy automatikus felszállás, nincs más dolgunk, mint elhúzni. Maga a stabilitás, tehát, hogy hány éves gépről van szó. Kicsit arrébb megyek, hogy azért ne legyen benne annyira hangja. Tehát, hogy hány éves gépről beszélünk, és nézzétek meg, hogy milyen gyönyörűen állott egy helybe, működik benne az alsó ultrahangos szenzor. Kész. Tehát, hogy ez még mindig jó. Na de menjünk, rögzítek nektek vele egy-két videót. Nem tudom, hogy mennyire lehet majd hallani a hangját, de most lebólintom szépen a kamerát. És azt mondja, hogy ott vagyok benne. Jelen pillanatban 27 méter magasan van a fantomunk. Nem mondom annyira csöndesnek, annyira hangosnak sem. De az biztos, hogy gyönyörűen egy helyben. Jelenleg több mint 19 perces repülési időt ígér még. Most már 18 darab műholdunk van. És hát nézzük meg az okos funkcióit, mert hogy neki már az is volt. Azt mondja, hogy mondjuk nézzük meg, hogy hogy fog körülöttünk körözni. Ehhez nincs más dolgunk, mint elsőnek is ugye lebólintjuk a kamerát, és berepülünk a kör középpontja felé. Tehát most fogom magam, és szépen berepülök ide, amíg én nem leszek a középpontba. Azt mondja, hogy így, né. Kicsit arrébb jövök. Mondjuk azt, hogy most én vagyok ugye a középpontban. Nincs más dolgunk, mint ugye megnyomni a kis drónjelet. Rányomunk ide a jobb felsőre, hogy poi. Itt kiírja a kis tutoriált, rányomunk, hogy nem érdekel. És itt mutatja, hogy 28 méter magasan vagyunk, rányomunk, hogy rekord. És ilyenkor hátra kell mennünk annyit, hogy ez lesz majd a körnek a sugara. Amikor kékre vált, onnastól kezdve már repül a dolog. Most beállítottam 28 méterre. Nincs más dolgunk, mint a gimbalt szépen ránk irányítani, égni, és rányomunk, hogy mehet. És ilyenkor ő már el is kezd szépen itt körülöttünk körözni, mutatja, hogy 3,5 km per órával, és írja, hogy ilyen tempóval egy kört 3 perc alatt fog megtenni, tehát 3 percünk van arra, hogy szépen itt integessünk. Ha ez nekünk kevés, vagy éppen túl sok, akkor nincs más dolgunk, mint itt húzunk rajta egy kicsit, most már 8,3 km per óra. És így már csökkent is 1,3
percre a repülési időnk, és hát ilyenkor gyönyörködhetünk abba, hogy magától szépen rajzolja ezt a kört. Hát ezt most én nem várom meg, úgyhogy ki is lépek ebből a menüből, és szépen visszajövök. Azért hoztam most ennyire közelre a gépet, illetve azért halljátok ennyire a hangját, mert hogy itt még bizony volt ATI üzemmód, amiben ha átkapcsolunk, akkor ki fogja kapcsolni a GPS-t, és csak a barométer alapján fog elméletileg stabilan állni. Kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz látványos itt kint, úgyhogy át is kapcsolom. Aha, és szépen el is indult. Ugyanúgy a stickekkel szépen lehet irányítani, de nem tartja csak a magasságot, és neki is állt ugye a ledünk sárgán villogni. És amint átkapcsolok ebbe, hopp, megvan, bekapcsolta vissza újra a GPS, és meg is állt szépen egy helybe. A P üzemmód, kicsit arrébb megyek. Tehát van még egy harmadik, ez a úgynevezett P üzemmód. Az is GPS mód, viszont akkor az okos funkciókat nem lehet használni, csak az F üzemmódban, de ezt majd látni is fogjátok a kijelzőn, hogy ilyenkor el is tűnt onnan az a kis ikon. Itt még sportmódunk, illetve egyéb módok nem voltak, úgyhogy itt még ez lesz a maximális sebesség. Hát azért így is elértük az 52 km per órát. Azt mondja, hogy... Igen, tehát ilyen 52 km per órával azért még így is hasít ez a gép, hogy nincs sportmódunk. Most egy kicsit már lecsökkent a repülési időnk, 13,5 percnél járunk körülbelül. 67%-os, illetve 3,7 voltos a akkumulátorunk. Én úgy gondolom, hogy ez a gép ezzel a tudással, hogy 4K, 12 megapixeles fotó, illetve van RAW fotó is, ugye, ahogy említettem az applikációba. Szerintem ez egy tökéletes vásárlás lenne a használt piacon, hogyha esetleg valaki ezt nézte volna ki magának. Nézzétek meg, tökéletesen állott egy helybe. Itt alul a kis térkép ugye mindent mutat úgy, ahogy kell. Én úgy gondolom, hogy ez még mindig egy nagyon jó gép. Okos funkcióit azt mondja, hogy ha visszakapcsolunk, ugye van még a waypoint, illetve tud követni, és hát ezekben nem is csalódok, hogy nem fognak működni, de azért nézzük meg mondjuk, hogy a követés hogy működik. Szépen visszajövök vele addig. Annó ugye a Phantom 4-jel bemutattuk, hogy hogy működik ugye az Active Track. Hát... kicsit közelebb jövök. Ilyenkor nincs más dolgunk, mint ugye kiválasztani a falumit. És itt is, aha. Ugye, amint látjátok, írja, hogy gyenge a GPS jel, illetve a magasság. Mert hogy... ő még nem vizuális alapon követ, hanem a telefonnak a GPS-e alapján, és most ugye én repülőüzemmódba tettem a telefont, amikor elméletileg nincsen GPS, de azért tudjuk, hogy valamennyi van. Úgyhogy most gyorsan megpróbálom visszatenni, hogy hát ha akkor jobb lesz esetleg a GPS jel, bár ugye akkor valószínűleg be fognak jönni a értesítések, így van. Nos, azzal, hogy megpróbáltam visszatenni a telefonomat nem repülőüzemmódba, és hát ez egy teljesen összeomlott az egész applikációm a kijelző rögzítéssel együtt. Tehát, ahogy említettem, ez nem vizuális alapon követ, úgyhogy nem tudom, hogy így... Na, most azt írja, tessék, hogy erős a GPS-em, 12 méter magasan van, úgyhogy... elméletileg most minden rendben lesz, úgyhogy rá is nyomok arra egy követés, és meglátjuk.
Nos, hát láthattátok, hogy repülőüzemmódban ez a követés hol működik, hol nem, attól függ, hogy a telefonon mennyi GPS tud összeszedni. Volt, amikor kiírta, hogy tök jó, erős, akkor működött is, szépen jött utánam. Inkább többször nem működött, mint működött. Valószínűleg ugye ezért is tért át a gyártó a vizuális alapú követésre. Viszont ezen kívül a gép tökéletesen működik. Azt mondja, hogy mindjárt nézzünk közben egy akkumulátort, hogy mit tud. Flight time most már 15 perce van a levegőben, és még mindig azt írja, hogy 6 perc, tehát az a 20 perc én úgy gondolom, hogy meg lesz még így is, ahhoz képest, hogy ez egy hány éves gép és hány éves akkumulátor. A videói hát azok szerintem tökéletesek lesznek, a fénykép hát az miért ne lenne, úgyhogy ha bátran vegyétek meg, hogyha valaki esetleg ezt nézte volna ki a használt piacon, mert a Lightbridge-nek köszönhetően az irányítással biztos, hogy nem lesz probléma, majd keresünk neki egy olyan helyet, ahol el tudjuk küldeni, és megnézzük, hogy tudja ezt a 3,5 kilométert. A 20 perc az 20 perc, vagy akár 21-22, valószínűleg, hogyha folyamatosan használjuk, az akkumulátor majd szépen össze fogja szedni magát, és egy pár percet még lehet, hogy tudunk rajta majd nyerni. Viszont nézzétek meg, hogy milyen stabil, fixen áll egy helyben, gyönyörű képe van. Be lehet rajta mindent állítani, amit szeretnénk. Színmódokat. Van tényleg nyers fotónk. Van szép RAW fotó, tudunk utólag majd dolgozni. És hát tényleg, tehát hogy nagyon stabil, tehát hogy még mindig azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy hány éves technika, egyes mai gépeket még simán veri, tehát hogy sajnos, hát azt kell mondjam, hogy a 10-11 éves előny, amivel ugye rendelkezik a cég, az azért itt látszik. Na hát közben most már neki is állt figyelmeztetésnek, hogy merül az akkumulátorunk, úgyhogy szépen le is jövök vele most már, és utána folytatjuk tovább. Meg is jöttünk. Én mindig annak a híve vagyok, hogy földre szállunk. Fantomos kollégák nagyon sokszor szállnak le kézbe. Megmondom őszintén, én ennek nem vagyok a híve, azért van annak a gépnek lába, hogy ezt elbírja, illetve az, hogy most koszos lesz, na és akkor mi van? Tehát, hogy használjuk, én nem vagyok a híve annak, hogy kézbe, kivéve esetleg nagyon nagy szél van, és esetleg nagyon kicsi vagy nagyon szűk a hely, olyankor érdemes tényleg, vagy akár ugye van, ahol muszáj, tehát például hajón kénytelenek vagyunk elkapni, de egy ekkora területen, ahol nem érhet minket túl sok meglepetés, és van hely, ott én mindig így szoktam leszállni. Tehát ennyi volt a kis Phantom 3 Pro-nk. Szerintem 2019-ben is ez egy tökéletes választás lehet, hogyha látjátok esetleg ezt a gépet használtan. Pár apróságra figyelni kell, ugye a Phantom 3-as szériánál típus hiba volt még a karok végén, az apró hajszár lepedések. Ezt egy egyszerű vászcserével meg lehet oldani. Az akkumulátornak a töltésszáma, a csatlakozókon a kopottság, illetve a karcolás az nagyon sok mindent elárul. Ahogy mutattam, az applikáció beállításai között ugye meg tudjuk nézni, hogy hány töltés van benne. Ez nagyon sok mindent elárul a gépről, illetve ha használtan akartok venni gépet, akkor sose utaljatok előre pénzt. Mindig csak is személyesen vegyetek gépet, legyen szó bármilyen gépről. Egy ilyen videós gépnél például, mint a Phantom, itt a saját telefonotokkal próbáljátok ki, saját kábellel,
és lebegjetek ki úgy egy akkumulátort, mint ahogy most én tettem, indítsatok el videót, rángassátok meg a gépet, hogy a kamerát megfelelően stabilizálja, tegyétek föl 4K-ra, hogyha tudja a gép, hogy rendesen írja a memóriakártyára, menjetek el vele mondjuk egy 150-200 méterre, vagy akár 300 méterre, hogyha a helyszín adott erre, hogy kipróbáljátok, és ott meg tudjátok nézni, hogy a jel mennyire stabil, és hogyha ezeknek a problémáknak nem tapasztaljátok jelét, akkor nagyon nem fogtok mellé nyúlni abban, hogy egy jó gépet vásároltok-e meg. Úgyhogy, ha egy ilyet láttok a piacon, illetve akár ezt a gépet is meg tudjátok még venni, mert hogy ez is most épp egy használt gép egy boltból, a videó alá be fogom rakni a linket, hogyha valakinek megtetszett volna, honnan tudja megvenni. Látjátok, tökéletesen működött, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Sziasztok!